Gazdák, a gazdálkodók vettek részt azon a találkozón, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezett. A tanácskozáson olyan témákról esett szó, amelyek befolyásolják az agrárágazatot. Ilyen többek között az Európai Uniós közös agrárpolitika, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatok, a földforgalmi törvény aktualitásai. Jakab István, a MAGOSZ elnöke előadásában Európa agrárgazdaságáról beszélt, a kihívásokat, problémákat, megoldásokat középpontba állítva. Az elnök az ukrán helyzet miatt kialakult nehézségekről is szólt. Mint mondja, a hatalmas mennyiségű gabona Ukrajnában bentrekedt, majd elkezdték beteríteni az európai piacokat. Ezzel a magyar piacokat is elvették. Ez ellen Európa gazdatársadalma fellázadt. A szakember szerint fontos, hogy látni lehessen, honnan jönnek be az élelmiszerek az országba. Jelölni kell az importot, és jelölni kell ugyanúgy a beltartalmát. És innentől kezdve kiderül, hogy mi az, ami európai minőség, mi az, amit mi előállítunk a szigorú feltételek szerint, és mi az, amit ők harmadik országban silány minőséget előállítanak és behoznak. Sőt, tiltva. Az olaszok például nemzeti hatáskörben rendeleti úton tiltották meg a rovarfehérje és a laborhús, de én a hús szót nem szívesen használom, ez a mesterségesen előállított biomassa. Jakab István hozzátette, Magyarországra hívják egyeztetésre az összes Európai Uniós gazda érdekképviseletet. Az egyik ilyen téma, amiről beszélni kell, hogy 5,5 tonna gabona termet országos átlagban hektáronként, ami másfél hektárral kevesebb, mint a fedezeti pontnak számító 7 tonna. Mindeközben Németországban a húsipar közel 20%-ot gyengült. A találkozón az idei pályázatokról is szó esett. A cél a versenyképesség elérése, megtartása, az eredményesség növelése. Most van az agrárium fejlődésének a lehetősége. 2900 milliárd forintról szól az 69, elárulom, egy picivel több lesz, 72 darab pályázati felhívás, amit meggyőződéssel mondunk, hogy valóban az agrárium megújítását tudja szolgálni. A legelső, azok a líderekről szólnak. Azok a helyi akciócsoportok, amiből 105 behálózza Magyarországot. Alulról jövő, mondjuk rá azt messziről, hogy apró összegű támogatásokkal, de a legfontosabb támogatással tudja a legjobb ötleteket támogatni, megvalósítani. A helyettes államtitkár hozzátette, a környezetvédelmi intézkedéseket is támogatják. A pályázati összegek 36%-át ugyanis zölden kell elkölteni. 1450 milliárd forint beruházási támogatást nyújtanak idén. Ide tartozik például a kertészet, az üveghűtőház, a növénytelepítés. 15% többlettámogatást kap a gazdaság átvevő és az, aki fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül.